Ő itt Buflakár Béla. A barátainak csak Bufi. De sajnos nincsenek barátai. Buflakár Béla fél a társasjátékoktól. Na, nem ennyire. Csak ennyire. Tart tőlük. És Buflakár Bélának tévképzetei vannak a társasjátékos kupáról is. Méghozzá 5. Ő itt Réka. Bélával ellentétben Réka nagyon szereti a játékokat. És pontosan tudja, mi az a társasjátékos kupa. És ha valakinek kétsége támadna, rögtön szerte oszlatja. Az első tévhit. Bonyolult a folyamat, nagyon nehézkes jelentkezés, átláthatatlan az egész rendszer. A társasjátékos kupára jelentkezni valójában nagyon egyszerű. Egyszerűen regisztrálsz a weboldalukon, utána utalsz az Amigos alapítványnak, majd elmész a megyei bajnokságra, megnyered, és utána irány a döntő Budapesten. Nyilvánvalóan 4 Nobel-díjas, szódászifon keretes szemüveges tudósok aláznak mindenkit szénné. Bár valóban versenyről van szó, itt teljesen átlagos emberek játszanak, vetélkednek egymással. Anyukák, apukák, gyerekek, családok, olyan emberek, mint te vagy én, akik jó hangulatban szeretnének megmérkőzni, szóval ne féljetek a versenyszótól. Nagyon drága lesz, és a hely bezsebeli az összesét. Ugyan már! A jelentkezési díjjal nem csak te játszhatsz, hanem gyerekek is. Ugyanis a díj az Amigos a Gyerekekért alapítványnak megy, akik kórházban fekvő gyermekeknek vesznek majd belőle társasjátékokat. Szóval nem csak játszhatsz, még jótékonykodhatsz is. Nyilvánvalóan olyan játékok lesznek, amiket én nem ismerek, nem tudom, és kiszolgáltatott leszek, jaj! Aha, na ez csak kifogás. Ugyanis teljesen nyílt, hogy milyen játékokkal játszotok a versenyen, ezzel az öttel. Unmatched, Summoner Wars, Framework, Nova Luna és King Domino. Felkészülése fel! Az ötödik tévhite pedig nagyon személyes. Nem fog barátkozni velem senki. Undok emberek lesznek, és egyedül leszek. Na ettől igazán nem kell félned. A társasjátékosok egy igazán jó fej és kedves közösség. Ráadásul ez egy remek alkalom arra, hogyha egy olyan játékkal játszol, amit szeretsz, elmélyülhetsz benne, és megismerhetsz olyan embereket, akik ugyancsak szeretik azt. Nagyon kedvesek a résztvevők, és egy igazán jó hangulatú versengésről van szó, szóval itt akár olyan barátokra is szert tehetsz, akire nem is számítottál, Béla. Azaz, Buffy. Köszönjük szépen a videó támogatását a Játszma társasjátékos kávézónak. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és iratkozz fel a Mit Játszunk csatornára további társasjátékos tartalmakért. Kommentben beszélgessünk, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Réka tudja, mi az a társasjátékos kupa. Réka okos. Légy olyan, mint Réka. Te Béla? Igen? Tudod te pontosan, hogy mi az a társasjátékos kupa? Az egy új-zélandi származású hangszer, 5 húron játszák, és hogyha zenélsz, akkor táncra perdülnek a kecskék. Ja, nem.